Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Blondi konyhájában! A mai napra egy tanítós recept videóval készültem, úgyhogy akik kezdők a konyhában, vagy a főzőiskola lejátszási listának a rajongói, akkor nekik fogok most bemutatni egy igazi falusi almás pite receptet. Lépésről lépésre fogom nektek bemutatni, hogy hogyan kell egy igazi finom omlós pitét elkészíteni. Az omlós almás pitének az elkészítéséhez felhasználok, ugye külön a tésztához mondom először a hozzávalókat, és utána a töltelékhez való hozzávalókat. 500 g-nyi finom lisztet használok fel. 15 deka porcukrot, 25 deka teavajat, egy darab tojásnak a sárgáját, egy csipet sót, két evőkanál 20%-os tejföld, egy teáskanálnyi szódabikarbonát, majd külön elmondom, miért használjuk a zsemlemorzsát, vagy jó a daráldió is, vagy a darált mandula. Egy citrom, ennek a reszelt héját fogjuk felhasználni, illetve felhasználok még egy csomagnyi vaníliás cukrot. A másik csomag vaníliás cukor, amit egyébként ide beraktam, tehát ez két csomagnak megfelelő mennyiség, az majd megy bele a töltelékbe. De ugye mondtam, hogy külön beszélek a töltelékről, úgyhogy rá is térek. A töltelékhez használok almát, ez körülbelül 1,8 kg alma. Héját el fogom távolítani az almáknak, le fogom reszelni. Reszelővel fogok hozzáadni fahéjat, ez nálam egy olyan pupozott kávéskanálnyi porcukrot, illetve a egy tasak vaníliás cukrot is bele fogom tenni. Ez mindenkinek az ízlésére van bízva. Az almától is sok minden függ, lehet, hogy savanykásabb, lehet, hogy édesebb, érdemes ezt kóstolgatni, ahogy készítjük. Ami még lényeges, hogy az elején már kicsit előre dolgozzunk, fogjunk egy tepsit, amit vagy kivajazunk, vagy pedig, amit látod, sütőpapírral bélelünk. Itt a másik, szándékosan két tepsibe fogom elkészíteni ezt a sütit, mivel szeretnék nektek mutatni egy kis díszítési opciót, hogy hogyan lehet még mutatósabbá varázsolni a sütit, vagy ha ajándékba adod, akkor úgy elkészíteni, úgyhogy az majd ebbe fog bekerülni, a hagyományos pedig a téglalap formába. Ahogy ígértem nektek, lépésről lépésre fogunk haladni, tehát azért ez egy kicsit hosszabb videó lesz, de szerintem annak, aki szereti az almás sütiket, vagy aki rajongója a pitének, vagy aki tényleg egy kezdő tanuló a konyhában, ő neki bizony ezeket meg kell tanulni, tehát meg kell, hogy mutassam lépésről lépésre az elkészítését. Most mindent félrerakok, és először elkezdjük az almáknak a felhasználását. Az almának a héját el kell távolítani, erre ugye ez a hámozó kis eszköz van, ez segíti ezt a feladatot megoldani, hogy tényleg csak a minimális héjvesztesség legyen. Nyilvánvalóan azért szükségünk van almára, és ha például egy ilyen almás pitét elkészítesz, akkor ezt is el kell dönteni, hogy te nagyon sok gyümölcsel szereted, vagy pedig inkább azt szereted, hogyha több a tészta része. Ez nyilván mindenkire rá van bízva. Fogunk egy tálat, és belerakjuk a pucolt almákat. Az almás pitének a készítése nálunk elég gyakran szokott lenni, ugye főképp az őszi időszakban, de ettől függetlenül most ugye tavasz és nyár határán vagyunk, épp hogy átlépünk a nyárba, de ilyenkor is szívesen csinálom. Ezért majd megfigyeled, hogyha te is egy kicsit többször készíted el ezt a ételt, ezt a receptet, vagy ezt a sütit, akkor majd mindig más ízt fogsz érezni, mert ugye minden alma más, minden termés más. A nyári alma is más, az őszi alma is más, a zöldebb alma, tehát mindenkinek megvan a maga
íze, és ezt jól kihozza ez a almás pite. Az alma barnulni fog, ezzel sincsen semmi gond, ez egy teljesen természetes jelenség. Én egyébként, amikor a citromnak a héját lereszelem, utána szoktam egy kevés citromlevet rálocsolni a reszelt almára, majd ezt is bemutatom neked, de ettől függetlenül az, hogy a alma barna lesz, ennek ettől még ez nem rossz, tehát ezt félre ne értsd, nem kell kidobni az almát. Tök logikus, hogy bebarnul, hiszen azért ez egy savas gyümölcs. Az almát én félbevágom ilyenkor. És egy kés segítségével el kell távolítanunk ugye a csumát, magházat. Valamint, ha még maradt rajta egy kis héjrész. Ha könnyebb neked, akkor így negyedeld, ahogy mutatom, és akkor egyszerűbb így kiemelni a magházat. Na hát, és akkor lényeg az, hogy így megyünk végig, amíg az összes almánk meg nincs tisztítva, illetve magháza nincsen eltávolítva. Úgyhogy most, ha ezzel elkészültünk, akkor le kell reszelni az almát. Erre használjuk a sajtreszelőnek ezt a nagyobb lyuk részét. Itt azért vigyázzál, mert éles a reszelő. Nagyon csúnyan el lehet vágni az ujjadat. Ez az egy hátulütője van ennek a reszelőnek. És én megmondom őszintén, rendszeresen le is szoktam gyalulni a bőrömet, úgyhogy nem a kedvenc konyhai műveletem. És közben azt is elmondom, hogy amikor lereszeljük ezt az almát, akkor érdemes egy kicsit hagyni állni. Nem is az, hogy érdemes, hanem kell is, mert ugye levet fog engedni, és nekünk majd az almára úgy van szükségünk, hogy kinyomkodjuk a levét, utána megízesítjük. És ez a 100%-os almali, amit ugye a kinyomkodott gyümölcs során kapunk, ez nagyon jó lehűtve, tehát tök jól fogyasztható. És nem kell megvenned az 500 forintos leveket a boltba, amit ugye azért ki tudja, hogy állítottak elő. Kötve hiszem, hogy a 100%-os gyümölcs van benne, inkább csak valami sűrítmény, aztán egy kis vízzel, ezzel, azzal felhígítva. Úgyhogy használd ki a lehetőséget. Elérkeztem az utolsó negyed almámhoz, ezt még gyorsan leleszelem, és akkor ezzel a művelettel is megvoltunk. Hát figyelj, egy ilyen 5-6 percet biztos elvesz az életedből, de hát enélkül pedig nem jó a pite, úgyhogy ezt szépen, ami maradt, kiszedegetjük almákat. Ezt most félre rakom, és én ennél a pontnál szoktam megcsinálni a citrom héj lereszelését is, úgyhogy eltávolítom a citromnak a két végrészét, és erre pedig
ezt a reszelőt használom. Egyébként ezt megtalálod a másik reszelőn is, ezt a kialakítást. Még hozzá mutatom neked. Itt van, tehát ezzel is, hogyha ilyen reszelőd van, meg tudod oldani. Úgyhogy fogom, és lereszelem. Citromot mielőtt reszeljük, szépen alaposan átmossuk, egy még nem használt szivacssal jól megdörzsöljük, hogy ez a viaszos réteg, ami rajta van, azt le tudjuk szedni róla. És próbálj meg valami, hát lehet, hogy ez nem annyira szép, de épp egészséges citromot választani hozzá. Elvágom, lehetőleg, hogyha van mag rész benne, akkor azt kiszedem, és szépen meglocsolom bele az almát. A másikat pedig majd később felhasználom. Megint egy helycserés támadás lesz. Fogunk egy nagy tálat, a magasabb falu tálat, illetve ugye látod, hogy itt van nekem kimérve a 500 gramnyi finom lisztem. Most ezt a finom lisztet átszitáljuk. Amikor átszitáltuk a lisztet, akkor hozzárakjuk a teáskanálnyi szódabikarbonát, egy csipet sót, ami azt jelenti, hogy fogom a két ujjamat, és egy csipetet beleteszek, a több az sem gond, majd fogom a teavajat, és én inkább úgy szoktam, hogy késsel így felszeletelem. Kicsit már korábban kivettem a hűtőből, hogy könnyebb legyen vele dolgozni. Tehát már jóval puhább. És ezt is hozzáadom a liszthez. Megfogom a tiszta mancsomat, és azzal összedolgozom az eddigi hozzávalókat. Hát ez inkább ilyen morzsolás jellegű. Ide azért hozzáteszem, hogy ha linzertésztáról van szó, akkor például a vajnak nem kell puhának lenni, mert ott viszont zavaró tényező tud lenni, hogyha túlságosan sokat van kézbe az alap, vagy a tészta, fogalmazzunk így. Lényeg az, hogy ne nagyon maradjon meg a csupasz liszt, tehát azért vegyítsd el teljesen. Jó, és ha ezzel meg vagy, akkor hozzáadjuk a egy tojás sárgája részt. Van még nekünk ugye két evőkanál 20%-os tejfölünk, ezt is hozzáadjuk. És van nekünk egy tasaknyi vaníliás cukrunk, és van nekünk még egy 15 dekány porcukrunk. Na és ha ezzel megvagyunk, akkor összedolgozzuk normálisan a tésztát. Úgy, hogy egy homogén állagot kapjunk. Amikor egy ilyen sütit elkészítesz, akkor soha ne akarjál kapkodni, hanem mindig adjál időt arra, hogy megfelelően össze tudjon állni a tésztád. Ha elkezdesz kapkodni, felidegesíted magad, és akkor egyből már is a süti nem olyan lesz, amilyennek te gondolod, pedig aztán nincs is azzal a tésztával semmi gond, csak a türelmetlenségednek az az ára, hogy
félúton azt mondod, hogy ez nem is jó az a recept, és hú, ebből nem is lett olyan jó tészta. Hát dolgozni kell vele egy kicsit türelmesebben kell lenni, és akkor garantáltan össze fog jönni az a tészta. Karácsonykor egyébként én is, amikor még ilyen rutintalanabb voltam a konyhába, és akkor nekiálltam a első beigliknek, és ugye nem jött össze, hát nyilván néztem egy receptet, ami szimpatikus volt, és az alapján megcsináltam, és nem jött össze, túl kemény volt a tészta, szétesett, nem lehetett összeállítani, és én is akkor ugye azt mondtam, hogy na, én aztán többet nem fogok se sütni, se semmi. Aztán valahogy eltelt azóta egy jó 20 pár év, és hát itt vagyok, és továbbra is én is mindig tanulok újakat, meg én is nézem, hogy látok valami újat, azt kipróbálom. Lényeg az, hogy az ember az, amit szeret csinálni, azt csinálja szívvel, lélekkel, illetve ha valami akadályba ütközik, akkor ne adja fel, hanem újra menjen neki, és újra haladjon azon az úton végig, mert akadályok mindig vannak az életben is, ahogy a konyhában is. Akkor se kell elkeseredni, hogyha neked esetleg nem olyan minőségű a liszter, mint amivel én dolgozom, és egy kicsit úgy érzed, hogy lágyabb a tészta, akkor bizony tegyél bele egy kevés lisztet. De azt is adagolva, óvatosan, nehogy az legyen, hogy akkor meg túl sokat adsz, és akkor nagyon száraz lesz. De hogyha meg száraz, akkor megtegyél bele egy kevés tejfölt még, vagy esetleg még szoktak trükközni tojással. De látod, hogy milyen szépen kezd összeállni. Úgyhogy ezt én már nem is nagyon dolgozom tovább, hanem szépen csinálok belőle egy ilyen kis gömböcke formát, és egy nagyon pici időre, tényleg csak egy 10 percre berakom a hűtőbe ezt a tésztát, és utána folytatjuk, addig megcsináljuk a töltelék részét. Itt van az alma, fogok egy szitát, illetve egy másik tálat, és ugye az almát azt megpróbálom kinyomkodni kézzel. Minél jobban próbáljuk a nedvességet eltávolítani a gyümölcsből, mert annál nagyobb az esélyünk, hogy nem ázik át a tészta. És közben, fél oldalra néztem, jól elraktam a reszelt citromot, amit a tésztába bele akartam gyúrni. Úgyhogy, amikor majd a tésztát kiveszem, és mielőtt kinyújtom, ezt még bele fogom dolgozni. Látod? Rutinos róka, aztán hibázik a konyhába, miközben tanít. Hát, van ez így. Úgy egyébként van, aki nem is rak bele citrom héjat a tésztába. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, hogy nincs ezzel semmi gond, úgyis nagyon finom tud lenni. Én viszont szeretem benne, amikor sül, akkor annyira jó illata van. A fahéj, a citrom, az alma, ez ilyen nagyon hangulatos tud lenni. És ha már a hangulatnál tartunk, akkor karácsonykor volt már olyan alkalom, amikor úgy nem igazán volt hangulatom a karácsonyi tipikus süteményeknek az elkészítéséhez, mondjuk például, mint egy zserbó, hanem azt mondtam, hogy csinálok egy jó kis pitét, finom almás pitét, vettem hozzá finom vaníliafagylaltot, és készítettem hozzá karamellt. Karamell az pedig nem szószként lett elkészítve, hanem meghagytam erre meghagytam ilyen jó kemény állagúvá, és akkor ilyen szép kis mintákat készítettem belőle, és az ment a tetejére, és annyira gusztusos volt, tényleg mindenkinek tetszett, meg ízlett is, úgyhogy lehet ilyet is csinálni. Tehát attól, hogy még egy
egyszerű süti, azt lehet azért felhozni a komolyabb szintre is, tehát megállja a helyét egy nívósabb helyen is, vagy rendezvényen. Na, hát akkor ezzel is megvagyok. Ha megmaradt almalevet, átszűröm. És amint látod, egy 3 deci almalé kijött belőle. Úgyhogy ez most be is megy a hűtőbe, és meg fogom inni majd. Amikor az almát ugye lereszeltük, állni hagytuk, kinyomkodtuk a levét, kis citromlével meglocsoltuk, átraktuk egy citára, látod, már levet nem engedett, úgyhogy ezt most beborítom ebbe a tába. És ízesíteni fogom. Hozzá fogom adni a maradék 1 tasak vaníliás cukrot. Egy kevéske fahéjat. És egy jó másfél evőkanálnyi porcukrot. Ezt én így összedolgozom. Ahogy mondtam, kimaradt a reszelt citrom. El kell dolgoznom a tésztába. Úgyhogy itt fogom még egyszer átdolgozni. Egyébként, hogyha nyújtás előtt lennék, akkor ott gyúrnám át a tésztát. De nem akarom, hogy a lisztbe beleragadjon, hanem azt akarom, hogy felvegye a tészta a citrom héjat. Úgyhogy itt még gyorsan átdolgozom. Akkor jöhet egy munkafelület, ahol tudom nyújtani a tésztát, és akkor folytatjuk a almás pitének az összeállítását. Kevés liszttel megszórjuk a munkafelületet. Ráborítjuk a tésztát. Mivel, hogy 2 tepsire valót csinálok, ezért ugye nekem 4 részre van szükségem, és ebből adódóan fogunk 4 részre vágni a tésztánkat. Ebből használok most 1-et. Könnyű vele dolgozni, tehát abszolút semmi gond nem lesz vele. Hogyha nyújtod a tésztát, akkor arra érdemes azért így, vagy úgy érdemes előkészülni, hogy már eleve csinálsz egy ilyen formát, mindegy, tehát egy kicsit ilyen négyszögletes legyen a dolog, és elkezdjük nyújtani. A nyújtást azt érdemes ilyen átlós megoldással csinálni, illetve ami még lényeges, hogy nem kell itt a széleket levágni, visszahajtom. Nekem ilyen bébi nyújtófám van, nem tudom, hogy miért ezt vettem, de próbáljál meg ilyen normális méretűt venni, könnyebb lesz a dolgod. Előveszem a tepsit, és ugye ráhajtom a tésztát. Gondoltam, de látod, semmi gond, mert tök jól dolgozhatok vele, és még utána kézzel lehet után dolgozni. Tehát még szépen el tudod egyenletesen osztani a tésztát, hogy mindenhova jusson. Zsemle morzsával fogom meghintani. Ez azért kell, mert ugye, ahogy a almában még maradt nedvesség, ezt képes magába szívni a zsemle morzsa, anélkül, hogy átáztatná a tésztát.
És dolgozunk tovább a már maradék két egység tésztával, és ugye ígértem nektek, hogy ezt a kerek formát, ezt egy kicsit ilyen szebbre, dizájnosabbra fogom készíteni, legalábbis ezt a sütit, és ilyenkor ilyen kerek formából indulok ki, nagyjából, de maga az eljárás az ugyanaz, átlósba próbáljuk nyújtani. Ez vastagabb is lesz valamivel ez a tészta, hiszen egy 23-as, kb. 22-23-as formáról beszélek. És ezen a ponton meg is állok, mert inkább majd kézzel rásegítem. Felhajtjuk, és belerakom a tepsibe. Na és akkor most úgy kell eldolgozni, hogy mindenhova jusson a tésztámon. Itt jó vastag, úgyhogy így nem fogok lefele haladni. Erre is mehet rá a zsemlemorzsából. És akkor marad a utolsó kis darab tésztánk, amit viszont megpróbálunk alaposan kinyújtani. Nagyon jól kezelhető a tészta, tehát tényleg azért a nagyik tudtak valamit, és van nekem egy ilyen szaggató formám, amiből ilyen jó kis köröket fogok szaggatni. Itt ez az átlós nyújtás, ez nem olyan lényeges, mert ilyen kis köröket szaggatunk, tehát itt most nem annyira fontos, hogy átlósan nyújtsd, egyszerűen csak nyújtsd jó vékonyra. Hát, ha nincsen időd, akkor persze maradj el a hagyományos verziónál. Ezt most tényleg csak azért csinálom, hogyha mondjuk ajcsiba akarod adni. Nem annyit hozok még ki belőle szerinted. Megvan az alma töltelékünk, teszünk a alsó tésztára belőle. Lehet dolgozni dupla annyi almával is. Itt most az a lényeg, hogy tudjad, hogy hogyan kell összerakni a sütit. Megfogjuk a másik kinyújtott tésztát, szépen rárakjuk. Fogjuk a másik formát, arra is ráhalmozzuk a alma tölteléket, és akkor jöhet a díszítés. És gyakorlatilag így néz ki a másik pitén. Tojásfehérje, ami megmaradt nekünk, azzal a fehérje résszel le kell kenni. A sütőm elő van melegítve,
egy villával megszurkáljuk, ha le van fedve a tésztával, akkor valahogy a gőznek távoznia kell, és ezt úgy tudjuk megoldani, hogyha megszurkáljuk, vagy hústűvel, vagy pedig villával. És akkor gyakorlatilag nekünk most már csak egy dolgunk van, hogy ezt a 35 percet, ezt azért mindig figyelni kell a tésztáknál, ne bízzuk rá a sütőre a dolgot, nehogy odaégjen, de egy kb. 35 perc 180 fokon alsó felső sütéssel megsütjük, és ezt kell kivárnunk. Elkészült, nekem kellett hozzá egy olyan 30 perc. Nézzük meg, hogy azért a almás pite hogyan is néz ki belülről, úgyhogy most tára fogom szedni, legalábbis egy-két szelet sütit, és akkor megmutatom nektek, hogy milyen lett a falusi almás pite. A sütik csodálatos, isteni illata van, semmi más nem hiányzik róla, mint hogy porcukorral megszórjuk a tetejét, és már lehet is fogyasztani. Én bízom benne, hogy sikerült nektek egy olyan recept videót összeállítanom, hogy ti is kedvet kaptok ahhoz, hogy ezt az almás pitét elkészítsétek. Szerintem menni fog, hogyha betartjátok az általam elmondottakat, illetve bemutatott folyamatot. Köszönöm, hogy itt voltál velem, köszönöm, hogy végignézted ezt a hosszadalmas, ám szerintem nagyon hasznos videót. Úgyhogy, ha tetszett, akkor maradj velem, kövess engem a Facebookon, az Instán, és hamarosan készülök nektek ismételten újabb receptekkel. Legyen szép hétvégétek, sziasztok!